van velünk Gyula és Krisztiána, The Keyman zenekarból. Sziasztok, srácok! Szervusztok! Sziasztok! Kezdjük rögtön a lemezetekkel. Ugye hát Surfrockot játszotok, a név nélküli lemezetek borítóján viszont a Balaton van. Én próbáltam áthúzni, hogy ez a magyar tenger, de úgy, de hogy akkor nektek is így jött, hogy, mert hogy végül is a Surfrock és a Balaton... Hát a zenekar négy tagjából három az balatoni, tehát a Szabi Kesztelyi, a Krisz meg én Bogláriak vagyunk, úgyhogy ja. Van kötődés. Értem, tehát akkor ezért lett a Balaton a borítón? Szerintem igen, meg ez egy hangulatos kép volt, meg így nap, mit tudom én, motoroztunk Fonyódra. És ez a vintage stílus, ez így a zenéhez kötődik, vagy inkább a balatoni nyaralások emléke, vagy honnan jött? Szerintem időben megragadt a Balaton valahol a 80-as és a 90-es években, szóval nagyon nem tehetünk róla, ez jön belőlünk. Legalábbis belőlem, igen. Szerintem nagyon jó dolgok jönnek belőletek, mint hogy a Surfrock is jön belőletek, és amit azt gondolom, hogy Magyarország most egyre népszerűbb. Pedig azért mi nagyon messze állunk a Surfrock valódi szülőhelyétől, tehát hogy minimum kéne hozzá egy tenger. Szerintetek miért ennyire népszerű ez a stílus most? Igen, sokan kérdezik tőlünk, hogy ugye mi ez a Surfrock, meg így honnan jön igazából, és próbáltuk azt csinálni valahogy így elmagyarázni ugye a zenével, hogy ez honnan jött. Tehát ugye amerikai 60-as évek igazából mindenképp próbálunk egy olyan stílust hozni, amit még itt annyira nem volt hallható, és ezért is választottuk ezt, úgymond. Úgy tudom, hogy többeteknek is van más zenekarhoz is kötődése, illetve többen játszatok is más zenekarokban. Hogy vannak ezek a leosztások? Ki hova kötődik, merre jártok, és hogy találtatok egymásra? Hát ugye azért érdekes ez a zenekar, mert tehát ugye a Szabi dobol a Néhai Bárányba, meg énekel, gitárosunk. Én a Bozóba éneklek, meg gitározok, a Krisztián is, és a keleti blokkba találkoztunk Vitéz Gergő Rozsival, aki... tehát, hogy én amúgy annyira nem emlékszem, hogy alakult a zenekar, de... Fonyolt fele, motoroztunk. De a keleti blokkba próbáltunk mindannyian, aztán így valahogy jött ez az ötlet. És titeket mi fogott meg egyébként ebbe a Surfrockos hangzásba? Tehát mi az, ami... Mert egyrészt szerintem egy hihetetlen jó stílus társul hozzá, tehát már azért érdemes belecsapni a húrokba, de mi az, ami inkább azt mondtátok, hogy ez a tizenétek? Mert azért gondolom több, mint hogy újdonság. Szerintem az izgalmas benne, hogy nincs ének, meg az életérzés a lényeg benne. Számomra mindenképpen, mert így ilyen gondmentes zene. Tehát, és azzal, hogy nincs ének, az embernek kell kitalálnia, hogy miről... Szóval és megkerültétek, amikor lesz magyar nyelvű számotok című kérdés. Az összes magyar nyelven, de a világ összes nyelvén megjelenik. Ugye a zene a közös nyelv. És ez hogy van, hogy ugye a mai ilyen közösségi médiás világban hogy olyan zenekar vagytok, hogy nincsenek fönt a Facebookon. Ezt próbáltuk teljes mértékben elkerülni, tehát így a különböző internetes felületeket, és mégiscsak meglepődtünk, hogy nem vagyunk fönn, ugye úgymond az interneten, de mégis megtalálnak minket, és hívnak minket, és sokan jönnek, ami nagyon örülünk. Jó, de egy kamu profil sincs? Tehát ilyen álnéven be tudok menni, és tudok csekkolni. Nincs, egyszer valaki csinált egy The Keyman nevű oldalt, én voltam a második like, de aztán törölte is, pedig nem szóltunk rá, de noha úgy tűnhet, hogy nálunk ez nagyon tudatos döntés volt az elején, igazából lustaságból fakadt, mert mivel mindannyiunknak van zenekara, aminek már adminja, és amúgy két tag már nincs is fenn a Facebookon a zenekarban, így ráuntunk, és így nem volt kedvünk még egyet csinálni. Aztán kiderült, hogy ez egy okos döntés volt, mert az emberek emiatt jobban érdeklődtek, és akkor már így rájöttünk, hogy ez egy tök jó üzenet, hogy nincs annyira szükség a közösségi médiákra. De tényleg nincs. Nincs szükség a közösségi médiákra, ezt most belemondjuk is, tényleg nincsen szükség. Hát ez fontos. Azt üzeni a zenekre, hogy érezd jól magad, nem kell hozzá internet, csak zene. Ez így van, de valahol meg kell titeket találni. Hát a telefonon. A legnépszerűbb videó megosztom, fenn vannak a számaink, mert én úgy vélem, hogy az a legegészségesebb oldal az interneten. Oké, merre szörföztök még most az A38-on ma este, és merre visznek tovább a
hullámok titeket. Jövő hét szombaton játszunk még a Bánki Tó Fesztiválon, szombati napon. Utána esküvő. Utána esküvő. Kinek? Játszunk. Kinna... A Colorado Fesztivál szervezőjének a... Ja, hogy nem a bandán belül lesz egy esküvő. Nem. Bacher. Meghívott sztárbanda az esküvő. Na, a Bánki Tónak rá találkozunk. Legalábbis nagyon hát remélem. Meg lesz minden. Dunakon nagyon sok koncert lesz, és nagyon örülünk már. Az emberek úgy tűnik élvezik azt, amit csinálunk, amit így minimális erőbefektetésre csinálunk. Ez főleg jó így elmondani is. Hogy... Legjobb. Hát akkor köszönjük szépen, egy remek koncertet kívánunk nektek ma estére. Minimális erőbefektetéssel is legyen remek. Tehát és akkor azt hiszem, azért a színpadon oda tesszük magunkat. Ja, jó, oké. Okay. Hát akkor viszont bele kell néznünk.